Felhívást tett közé a Dunai-Poly Nemzeti Park termékvédjegy kérelmezésre. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc témakörében indítanak rajzpályázatot Szentendrén. A Visegrádi Mátyás Király Művelődési Házban megnyílt a Dunakanyar foltvarrókör munkáiból készült Folton Folt című kiállítás. 2024 a fotózás éve Esztergomban. 13. alkalommal szervezik meg a Dunakanyar kézműves kiállítás és vásárt. Felhívást tett közé a Dunai-Poly Nemzeti Park termékvédjegy kérelmezésre. A Dunai-Poly Nemzeti Park felhívást intéz a régióbeli kisvállalkozókhoz és kézművesekhez, termelőkhöz és gazdálkodókhoz. Keresik azokat a jellegzetes helyi előállítású termékeket, szolgáltatásokat, amelyek az igazgatóság működési területén védett területen termeltek vagy készítettek, és előállításuk a természetvédelmével összhangban történik. A pályázatot nyert termékekkel a Nemzeti Park termékvédjegyét lehet megszerezni. A határidő 2024. március 4-e. További részleteket a nemzetiparkitermék.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc témakörében indítanak rajzpályázatot Szentendrén. A Szentendrei Kulturális Központ talpra magyar jeligére rajzpályázatot hirdet általános iskolás diákok számára az 1848-49-es forradalom és szabadságharc témájában. A pályázatok beküldési határideje március 6-a. Pályázni különböző korcsoportokban lehet, elsőstől 8-osig mindenki jelentkezhet. A4-es vagy A3-as méretű tetszőleges szabadkézi technikával készült alkotásokkal lehet pályázni, egy pályázó egy pályaművet küldhet be. Az elkészült alkotás szkennelt változatát vagy jó minőségi digitális fényképét kell beküldeni a rendezvénykukac@szentendre.hu e-mail címre. További információt a szentendre.hu honlapon olvashatnak a gyerekek, szülők és pedagógusok. A Visegrádi Mátyás Király Művelődési Házban megnyílt a Dunakanyar foltvarrókör munkáiból készült Folton Folt című kiállítás. Köszöntő beszédében Szedlacsek Emília, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkárságának munkatársa arról beszélt, hogy a közösség teszi színesebbé a kultúrát és az egész nemzetet. Orosz Attila szaxofonjátéka közben bárki megcsodálhatta a szebbnél szebb takarókat, táskákat és falvédőket. Megnyílt ugyanis a Dunakanyar foltvarrókör munkáiból készült Folton Folt című kiállítás Visegrádon. A tárlat tematikája egyértelműen a tavaszt idézi, mint színvilágában, mint hangulatában. Kalázi Lászlóné a megnyitón azt mondta, hogy ehhez a kiállításhoz leginkább márai sorai illenek. A Remek műről és a Tündériről című költeményből hozott részleteket. Ahhoz, hogy egy emberi alkotás remekbe sikerüljön, és időtlen ragyogással kápráztassa és gyönyörködtesse az embereket, a tehetség, a téma, a kivitel tökéletessége mellett kell valami más is. A remekművem van valamilyen tündéri elem is, mely csodálatos fényével átsugárzik az egészen, oly gyöngéden és megejtően, mint ahogyan az északi fény világít a nyári éjszakában, valószerűtlenül, és mégis fényszerűen, mert látni és olvasni is lehet mellette. A remekmű legyen valóságos, pontos, okos, céltudatos, arányos, gondosan megmunkált, hűségesen kivitelezett. És legyen még valami más is.
tündéri is legyen. És minden öntudatosság mellett önfelett is legyen. Mérnöki szabályok szerint épüljön, de káosz is legyen benne. Egy kávéskanálra való az ősködből, mely a csillagképek nyomában porzik arany szemcsékkel. Tündéri nélkül csak nagy vagy tökéletes művek vannak. Az igazi remek mű néha nem is olyan tökéletes, csak sugárzik. A csakálom is benne van, a csillagok fénye, a tündéri. És a feladatnak ez a része, amikor a művész már nem tud művész segíteni, az utolsó ecsetvonást, a tündérit, az Isten végzi el. Szedlacsek Emília, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkárságának munkatársa köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy már visegrádinak érzi magát, hiszen olyan sokan ismerik itt. Arról is beszélt, hogy a közösségek nagyon fontosak, ő maga is szolgálta őket művelődési házigazgatóként és különböző kulturális projektek apropóján. Én is azt gondolom, hogy egy ilyen alkalom nem csak a szakkörnek ünnep, de annak a településnek is, ahol az a program megvalósulhat. Nemrég ünnepelhettük a Magyar Kultúra Napját. A Házasság Hete programjain vehettünk részt. Télűző, tavaszköszöntő ünnepeken voltunk, és most itt a bőti időszakban, úgy, ahogy ez a szakkör is, egy kicsit átgondoljuk a tevékenységünket, és ugye persze a bőti receptek mellett átgondoljuk azt is, átérezzük azt is, hogy mi mindent csináltunk ebben az évben. Elgondolkozunk azon, hogy ez az év, és az elmúlt, ugye ez a szakkör 13 éve működik, ez az elmúlt 13 év vajon milyen eredményt is hozott, akár a szakkör életében, akár a település életében. Beszédét úgy folytatta, hogy a világ elindult a globalizáció az uniformizáltság irányába. Egyre több az elektromos kütyű, de mégis emellett vannak közösségek is. Kiemelte, hogy nagy szükség van a közösségekre, az együttmunkálkodó emberekre és a cselekvésre. Mert ez jelenti önazonosságunkat, hogy el tudjuk magunkat helyezni a szűkebb és tágabb környezetünkben, a családunkban, a településünkön, és akár a hazánkban, a világban is. A közösségek ereje, a létrehozott értékek, ahogy az itt látható kiállítási tárgyak is, teremtik meg azt az esztétikumot, amely nélkül nem tudunk élni. Ahogy Mára is utalt rá, a szépséget, az esztétikumot, az otthonosságot adják számunkra, a mi boldogulásunkat és otthonérzésünket szolgálják. Ez tesz minket erős emberekké. Ez tesz egy települést is erőssé, ha minél több közösség működik benne. Azt mondta, hiszi, hogy ha a kultúra körülvesz minket, akkor keretet ad a hétköznapoknak. Ott van a beszélgetéseinkben, a gondolatainkban, a közösségi alkotásainkban. Sokszor egy-egy település újraéledését indítják el, vagy teremtik meg, a helyiek mentális jólétét adják, mert jó ott lenni, ahol ilyen közösségek vannak. Biztonságot, örömet adnak. A mai kiállításon a foltvarrókör mutatja be a munkáit, közösségi és egyéni alkotásait is. Az, hogy számára mit jelent a kör megléte, és mellesleg bemutat egy kézműves technikát is. Én most ezt a kézműves technikát mutatnám be egy kicsit, picit hályok kovácsként, de mivel már több ilyen kiállítást nyitottam meg, talán jól tudom elmondani ennek a technikának a történetét. Ismertette, hogy ez a technika az ókorban is ismert volt. Európában valószínűleg a keresztes lovagok hozták és kíséretük. A kereskedelem fejlődésével megjelentek olyan anyagok, mint a sejem, azokon pedig sok díszítés volt, amiket ezzel a technikával készítettek. Mindezek a technikák ma is szinte kötelező elemei a modern foltvarrásnak is. Majd az iparosodás korában a gyári munkások készítettek hulladékból ruhákat, takarókat. Egyre inkább a színek és minták variációival szépséget, fantáziát vittek az életükbe, az alkotásokba, és játékossággal ötvözték azokat. A mai értelemben vett foltvarrás bölcsőjének is tekinthetjük Angliát, majd pedig, ahogy ezek a telepesek eljutottak Amerikába, Amerikára is gondolhatunk, hiszen
kevésbé jutottak ott textilekhez, és mit is használhattak, mint az elhasználódott régi ruhák épp darabjait hasznosították. Gondolatait azzal zárta, hogy a megbeszélni valókra, a lelki problémák feloldására mindig a női szakkörök voltak a legjobb közösségek. Reméli, hogy a lehengerlő alkotások készítése mellett a dunakanyari foltvarróknál is jut idő beszélgetésre, a közösség építésére. Esztergom egy valódi inspiráló város, tele természeti és épített csodákkal, amelyet a 2024-es évben a fotósok szemszögéből is megismerhetünk. 10 csoda Esztergomban címen pályázatot hirdetnek, ahol a helyi és az ország bármely szegletéből érkező félamatőr és profi fotósok jelentkezését is várják. Az idei évben kiemelt figyelmet fordít a város a fotózásra, többszöri kiállításokkal, workshopokkal, találkozókkal. Várják azon fotósok jelentkezését, akik előre meghatározott tematika alapján egy hónapra birtokukba veszik Esztergomot, és megörökítik a városi élet egyes mozzanatait, épületeit, természeti jelenségeit és hangulatát. A feladat olyan turisztikai fotók készítése, amelyek részben kültéri kiállításon, részben a közösségi média megjelenésben pozitív és érdeklődést keltő aspektusát mutatja be a városnak. A pályázatról további részleteket a visitesztergom.hu honlapon olvashatnak. Tizenharmadik alkalommal szervezik meg a Dunakanyar kézműves kiállítás és vásárt. A szervezők szeretettel várnak mindenkit szigeten innen és túl egyaránt a 13. Dunakanyar kézműves kiállítás és vásár elnevezésű hagyományos rendezvényre. A program a Dunakanyarban található településeken élő és alkotó, természetes alapanyagokat felhasználó kézművesek kiállítása és vására. Az esemény Szigetmonostor faluház és Tahitót falu faluház szervezésében valósul meg. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott, évente megrendezésre kerülő esemény célja, hogy a Dunakanyar sokszínű, magas színvonalú kézműves értékeit, portékáit évről évre bemutassák a régióban élők és látogatók számára, ugyanakkor lehetőséget teremtsenek a különféle kézműves műhelyek, alkotók közötti szervezett kommunikáció kialakítására, az alkotó egyének összefogására, tevékenységüket elősegítő tapasztalatcserére. Az egésznapos kulturális családi rendezvényre várják az alkotó kézművesek jelentkezését, melynek határideje március 6-a. A kiállítás és vásár pedig március 9-én szombaton lesz, reggel 9 órától délután 5 óráig a Szigetmonostori faluházban.